Be a cellába elítélt! Zárhatod! Azt hittet, hogy City játékokkal játszani pakoli? Elintézem neked, hogy az hely legyen neked a főhidi pakol! Miért pikkel rám ennyit? Nem is ismerem. Komolyan, nem tudod ki vagyok? Nem voltam én mindig börtönök. Az előző munkám szoftverfejlesztő volt. Azt szintén mint a Raktinnál. Ajaj. Érezd jól magad. Hey, új fiú! Ne is foglalkozz vele! Mindig is szerette b***gatni az ujjakat. Ez most más, neki oka van engem gyűlölni. Azt te csak hiszed, hogy rád a legzabosabb? Miért te? Mit tettél vele? Megdugtam a feleségét. 6-szor. Az konkrét? Jajá. Mi van ebben a levesben? Hidd el, jobb neked, ha nem tudod. Valahogy ki kell jutnom innen. Mi akar ez lenni? Én Coca-Colát kértem! A kivégzés itt van a nyakamban, meg kell innen szöknöm valahogy. Kicsi rigom, elsukhatok neked egy titkot. Innen nem lehet megszökni! Amióta új itt az igazgató, azóta senki nem tudott innen megpattanni. Komolyan senkinek? Igen. Ki az a szörnyeteg ott? Ja, ő csak húsika, ne tévesszem meg a külsé. Egy lénynek sem tudna ártani. Oh God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Kiszaladok a WC-re. Oké, de ha találsz ott valami ehetőt, akkor hozzá nekem is! Csak egy pillanat. Kérsz egy kis mekit? Közd, de nem élnék a lehetőséggel. Se baj, tömb marad nekem. Nom 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 nom. Megkérdeztem, hogy te miféle lény vagy? Én egy félig póni, félig ember vagyok, és emiatt csuktak le engem. Mert nem tudták elönteni, hogy mi vagy? Dehogy, tökön haraptam egy rendőrt. Nem bírom tovább. Meg kell innen szökni. Ezt felejtsd el. Aki innen utoljára megpróbált megszökni, annak az igazgató lárapta a tökét. Igaza van a kancának. Innen nincs kiút. Ha pedig nem te vagy MacGyver, akkor még a cellából se fogod tudni kitenni a lábadat. És azt mondanám, hogy van egy tervem. De kell hozzá nekem egy jó beszerző. Nem ismertek egyet? Enyves! Enyves a legjobb beszerző a börtönben. Szinte bármit meg tud neked szerezni garasokért. 1500! Gyere máskor is. Mit tehet Enyves, érted? Te vagy Enyves. Attól függ, hogy ki kérdezi. A jó öreg Deák bácsi! Na, miért nem ezzel kezdted? Mit tehetek érted, testvér? Kellene pár dolog, meg tudod ezeket szerezni nekem? Persze, lássuk csak. Egy doboz mentos, egy francia retkes sajt, egy oxigéntartály, egy kubai szivar, 4 gázmaszk, egy bohócmaszk és egy sokkoló. Hű, sokat kérsz, de holnapra meg lesz. A szökési terem 3 lépésből áll. Első lépés. Megfigyelés. Meg kell tudni, hogy az őrök mikor és hogyan nyitják ki a kapukat. Második lépés. A szökés előkészítése. Minden részben Pepsi-t öntök. Jó sok Pepsi-t. És végül a harmadik lépés. Egy kis tűzijáték. Ez így egy kicsit kevés, kellene egy kis gáz is ide. Freddy, nézd csak! Hát ez meg kurvára gáz! Szép munka volt, Dezső!
Szóval ez lenne a zseniális tervem, de kell egy ember kintről, aki támogat a szökésben. Neked tényleg elgurult a gyógyszered? Üldözni fog néked a rendőrség, a CIA, a KGB! Az már rég megszűnt. Az lényegtelen. És utána mi lesz, amúgy miután megszöksz? Vadászni fognak rád, mint egy nyúlra. Hát jobb, mint a kivégzésemre várni. Bocs, de ügyvédként meg van kötve a kezem. Jaj, akkor nem mint ügyvédként, hanem mint barátként, mit mondasz? A kivégzéseden találkozunk. De a nagyfélivel még nem is számoltam, meg kell találnom a gyenge pontját. A felesége! Mondd már el, minek keményítjük ki a nagyfélű feleségének a ruháját? Ez is a tervem része, és imádom, hogy egy terv gyorsül el. Holnap végre szabad leszek, mint egy madár a víz alatt. Freddy. Igen? Miért csuktak le téged? Az egy nagyon hosszú történet, nem akarok róla beszélni. Ja, akkor oké, szép álmokat. Neked is. Hogy kerültem ide? Te vagy az, Freddy-né. Most már jól leszel. Ne! Csak Stellát, ne!